Legyünk hálásak azokra a dolgokért, amivel rendelkezünk. Örüljünk az életünknek, és akkor már boldogok vagyunk. Azért vagy boldog, mert volt pénzed, amivel meg tudtad valósítani ezt a célodat. Ha jól értem, akkor te azt mondod, hogy ha kitűzöl egy célt magad elé, amihez neked pénzre van szükséged, és sikerül megszerezd a pénzt, ezáltal eléred a célodat, akkor boldog leszel. Igen. Na és pont az imént erről beszéltem, hogy ezzel tévesztünk össze dolgokat, hogy azzal, hogy elérünk dolgokat, azzal, hogy elérünk célokat, azzal, hogy több pénzt keresünk, azt gondoljuk, hogy boldogok leszünk. Nem így működik. Tehát a boldogság az itt van a jelenben, nem a jövőben. Pont, tehát ezt a téveszmét próbálom valahogy elmagyarázni, hogy akkor leszek boldog, ha. És akkor ide fel lehet sorolni millió dolgot. De nem így működik az ember. Az ember úgy működik, hogy ha képes elfogadni saját magát úgy, ahogy van, abban az állapotában, ahogy van, hálás tud lenni mindazért, amivel már rendelkezik, és nem érdekli az, amivel nem, akkor tudsz boldog lenni. És ezt ki tudja megcsinálni? Bárki meg tudja csinálni. Hát jó. Csak mélyen magadba kell nézzél. Szerinted ki csinálja így? Akkor kérdezem. Hát rengeteg ember így csinálja. De ez lenne a helyes, tehát én sem, te sem, és sok mindenki más sem így csinálja, de ezt kellene csináljuk, hogy nézzünk magunkba. Legyünk hálásak azokra a dolgokért, amivel rendelkezünk. Örüljünk az életünknek, és akkor már boldogok vagyunk.